Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Három vendéget hívtam, mégpedig azért, mert hogy nem a múltban fogunk révedezni, viszont ha az ország egyik legrégebbi és legnagyszerűbb, jelen időben beszélek, középiskolájáról van szó, akkor minden hír fontos. A hír pedig igaz, a Teleki Blanka gimnáziumban, ebben az esztendőben is lesz Telekis napok, december 8-ától 10-ig, vendégeim pedig Genda Noémi, Szerusz Noémi, Almási Levente. Szép jó napot, szép jó estét, kedves Levente és Lápos Janita, minden titkok tudója, tudói vagytok ti így hárman. Nos igen, hát arról beszéltünk, hogy ez egy hagyomány, egy olyan tradíció, amelyet érdemes dolgozni évközben, és hát ezt meg kell élni. Hogy épül fel egy ilyen telekis napok, hiszen azt gondolom, hogy ez egyik oldalról buli, másrészt pedig erről majd később esik szó, mélységesen komoly dolgok is elhangzanak, olyanok, amelyeket előre visznek, amire majd később lehet emlékezni. Anita, talán akkor. Hát először is azt kell tisztáznunk, hogy ez abszolút a diákság rendezvénye. A diákok szervezik, a diákok találják ki, és a diákok hajtják végre ezeket a programokat. Ezért is hívtam a Diák Önkormányzat elnökségét most magammal, és szeretném majd átadni nekik a szót, hogy ők meséljenek erről. Ez egy roppant nagyszabású rendezvény, tulajdonképpen egy hetet ölel fel, tehát mi már benne vagyunk ebbe a bizonyos telekis napokos hétben, mert hogy zajlanak a kampányesemények, királyválasztás is kapcsolódik ehhez a rendezvényhez, és hát rengeteg művészeti, kulturális, tudományos előadás, program, osztályok vetélkedője, de szerintem mesélnek ők erről még bővebben. Igen, is. Hát akkor essék szó arról, hogy miként lehet erre felkészülni, hiszen ez egy hagyomány, mint sokat szor elmondom, és a hagyományokat pedig meg kell élni, nem őrizni kell, tudjuk azt régen, hiszen nem rab, nem ápolni kell, mert nem beteg, viszont megélni nagyon fontos, olyan szinten, ahogy ez általában a telekiben esztendőről lezajlik. Hogy fogtok neki a munkához? Hogy kezdődik az ötletelés, hogy lesz a tervből, az eshetőségből valóság? Hát először is nagyon sokat köszönhetünk az előző elnököknek és az előző dökösöknek. Tőlük nagyon sokat tanultunk és tapasztalatokat gyűjtöttünk. Most is segítettek nekünk, hogy hogyan készüljünk fel. És hát a szervezés már szeptemberben elkezdődött, voltunk döktáborban is, ahol két napon keresztül csak a telekis napokat szerveztük, és mindenki felmérte, hogy a diákságnak mire lenne igénye, mi tetszene nekik, hiszen próbáljuk igazítani az egész programot mindenkinek a ízléséhez. Levente, ez felelősség is, a Diák Önkormányzat tagjának lenni önmagában, de ugye az év egyik csúcseseménye a telekis napok. Mindenki nagyon várja ugye ezt a hetet, és a diákok egy hónap a telekis napok előtt kapnak egy sablont, hogy nekik miben kell felkészülni magára az eseményre, és műsorokat állítanak össze, különböző táncokat, illetve színdarabokat készítenek erre az eseményre. Azt hiszem, a drámapedagógus feladata ilyenkor, hogy tisztába tegye, és letisztítsa a salangoktól egy kicsit, megcsiszolja az ötleteket, hogy abból olyan valóság legyen, hogy ne csak a diákok érezzék jól magukat, hanem a pedagógusok is, és a látogatók nem különben. Egyébként ez annyira jó, hogy ez így egybeesik ugye az én egyik szakmámmal is, mert ugye itt zajlanak osztályok közötti versenyek, és ennek egyik jelentős része az osztályműsorok versenyeztetése. Minden osztály előad egy saját kis 20 perces színpadi műsort, és itt bizony születnek néha olyan magas színvonalú előadások, hogy aztán abból érdemes tovább lépni, és esetleg Fejér megyei diáknapokon azt benevezni, bemutatni, vagy más egyéb, például a jótékonysági bálunkon is szerepelt már egy komplett osztályműsor, mert annyira jól sikerült, hogy érdemes volt ezt megmutatni más eseményen is. Mielőtt a komoly dolgokról beszélünk, hiszen lesz itt a Minden Tudás Gimnázium abszolút komoly programokkal, azért vessünk néhány pillantást a pólókra, nem véletlenül vannak itt, mégpedig azért, mert jelentőségük van. Ezeket a pólókat viselni fogja, sőt már azt gondolom most is viseli, hiszen ezek kampánypólók a javából, rendkívül jó ízlést tükröznek,
és lazák, ha úgy tetszik. Noémi, Levente, mutassátok be a pólókat. Hát akkor kezdem talán a bordó ott a szélén. Nézzük. Ő az Ások pólója, ő majd csütörtökön kerül viselésre. A kék az a béseké, ők egy kicsit... Mi szeretne rajta azért, hogy nagy vonalakban talán meg tudjuk mutatni? Hát az Ások kampányában a Teleki egy hotel lesz, ahol majd a diákok és a tanárok is vendégként szerepelnek, talán ezzel nem árulok el még sok titkot. A bések, a kék kampánypólón pedig a kicsit a Wall Street farkasát és a broker világot próbálják majd elénk igen, tárni. Igen, tehát Wall Street, az nagyon jó dollár, igen. Látom, nem mint tudom elolvasni ilyen messziről. Okay, iskola igen. Is, és a farkas is látszik. Remek. Nehezen kivált, de látszik. Ugye ezután következik a C-sek fekete színű pólója. Itt középen maga a királyjelölt Ádám látszik, és fölötte alatta pedig az osztály. És ezután pedig ugye a D-sek pólója egy körvonallal a magáról a királyjelöltről, és az egész osztálynak, minden diáknak a neve szerepel rajta. A D-sek egy kicsit játékgyáros, kicsit mókásabb kampány lesz. A C-seké pedig egy kicsit szórakoztatóbb, vidámabb. Ugye a színek nagyszerűek, a királyokról később, de nyilván a narancssárga szín nem maradhat ki egy olyan iskolában, ahol maga a miniszterelnök urunk is tanult középiskolás éveiben. A királyokról beszélünk néhány szót. Milyen jogosultsággal rendelkezik majd a király, hiszen ez egy komoly funkció, egy magas rang, ha úgy tetszik. Anita, most már... Hát igazából egy napig uralkodik, tehát egy teljes napig tud uralkodni, ugyanis pénteken van a koronázás, pénteken van a szavazás is, tehát most ezen a héten kampányolás megy, és pénteken szavazunk, és szombaton uralkodik a király. Hát tulajdonképpen ez abból áll, hogy ő majd tart szombaton egy úgynevezett osztályfőnöki órát, ami egy fordított óra lesz. Itt a tanárok lesznek a diákok, és a király lesz az osztályfőnök. Ez egy nagyon vicces program szokott lenni. Igazán minden tanár elemébe érzi magát ilyenkor, mert lehet egy kicsit rosszalkodni, és visszaadni azt a diákoknak, amit ők szoktak órán csinálni. De sor kerül egy királyi ebédre, ahol a király és az osztálya, ugye akik az egész kampányt végigcsinálták vele, megebédelnek, vendégül látja őket az iskola minden osztálya. Tehát az osztályok prezentálják ezt az ebédet. Aztán királynő választáson vesz részt, bolond választáson, és akkor a legeslegvégén a programnak egy gálával szoktuk zárni, ahol a legjobb osztályműsorokat még egyszer megnézzük, és akkor ott a király bevonul a királynővel, a bolonddal, és ezt egy ilyen díszünnepség formájában végignézzük. Igen, azért itt most kutyafuttában, hogy a Mindentudás gimnáziumáról esse szó, azért tiéd a terep, igen, házasságkötés is lesz értelemszerűen. Osztályműsorok, koronázás, igen, hát a királynak nyilvánvaló jár egy hitves, ha úgy tetszik, udvari bolond pedig nem különben. Teleki klip újra töltve, fotózás, karácsonyi képeslap, süti dekoráló verseny. Leventebben látom, szintén benne vagy. No, de akkor beszéljünk a Mindentudás gimnázium, mert egy rendkívül színes, érdekes program. Tehát én azt mondom, hogy a tartalomra is ügyelni kell, mert azért a buli is akkor jó, ha vannak tartalmi oldala is. Én néztem, én etikett szabályok az angol királyi családban. Miért esett a diák önkormányzat választása? Ezt fogom kérdezni minden egyes programpontról erre, hiszen ez egy nagyon középkori dolog elvileg, bár az angol királyi családban még most is nagyon komolyan vesszük. Most olvastam, nem, hogy Erzsébet megbántott, mert Katalin hercegnének kivillant a térde fölött a combjának egy része, tehát ez egy fontos dolog. De számotokra miért fontos? Szerintem nagyon fontos az, hogy már így középiskolában is, főleg a gimnazisták, akik nagyobb pályákra készülnek, lássák azt, hogy hogyan is kell viselkedni, és tanulják meg ezeket, illetve más kultúrákat is megismerjenek, és betekintést nyerjenek ide, akár a királyi családba. Kosármánia, Dávid Kornért nem kell bemutatnunk.
a mi kosárkirályunk háromszoros bajnok, magyar kupa győztes, és az NBA-ben azt hiszem szereplése is mindig megmozgatja a szívünket még most is. Hát testnevelő tanáraink által nyílt egy ilyen lehetőség, hogy ők meg tudták ezt szerezni, hogy Dávid Kornél, mint ugye az egyetlen magyar NBA játékos, el tud jönni előadást tartani, és ez egy ilyen interaktív beszélgetés keretében lesz. Itt felül az életéről lesz szó, és hát a sikerének titkáról is, hogy tudott legsikeresebb magyar kosárlabdázó lenni. Elhangzott egy fontos szó, interaktivitás. Ez alapvetés egy ilyen telekis napokon belül? Hát alapvetés, egyébként tanórákon belül is alapvetés, tehát diákokkal azért úgy sokkal hatékonyabban lehet dolgozni, hogyha azért van némi interaktivitás. És hát mivel ezt az összes programot diákok szervezik, nyilván magukénak érzik, úgyhogy mindenképpen arra szoktunk nagyon nagy figyelmet fordítani, hogy ezt ők is vezessék le, tehát a beszélgetéseket is diákok vezetik le. Kérdezhetnek, hogyha van bármilyen felmerülő kérdésük, úgyhogy fontos, igen, persze. No. Továbbra is sport, egy motivációs tréning beszélgetés Rakoncai Gáborral, ami másról lehetne szó, mint kenóról. A kenó egy nehéz sportág, ahogy pedig majd Gábor fog beszélni róla, gondolom, hogy azért hívtátok meg, az valami egészen különleges. Igen, ott már egy korábbi programban, ahol részt vettem, oda is meghívtuk előadni, és a diákok nagyon sok pozitív tapasztalattal, élménnyel gazdagodtak, úgyhogy mindenképpen szerettük volna ide is elhívni, hogy ilyen élményt adjon. A következő programpont tehetséggondozás felsőfokon. Ez a telekiben rendkívül. Ha megnézzük az arányokat, a felvételi arányokat, akkor ugye nem véletlen, hogy ez a tehetséggondozás működik, ugyanakkor mindig lehet újat mondani. Most függetlenül attól, hogy a top 10-ben van a teleki az országban. Tehát az egy fontos dolog, hogy megismerjenek új szegmenseket a diákok. Ezért esett a választása erre az előadásra? Mindenképpen úgy éreztük, hogy a diákoknak kell egy előadás, egy kicsit interaktívabb dolog, hogy mégis merre induljanak el a felsőoktatásba, és milyen egyetemeket választanak, illetve egy kis motiváció, hogy akarjanak egyetemre menni. A 56, szubjektíven 56-ról a következő előadás témája Csernai Ádám, aki maga is 56-os hős, ő mindannyiunk példaképe egyéb iránt, és 56-ról hála Istennek most már számtalan olyan adalékot tudunk, ami tisztává érthetővé és világossá teszi a ma fiatalja számára, hogy mi minden történt. Annál is inkább, mert hogy a kutatók bebizonyították, nem volt mit bizonyítani rajta, de azért mégiscsak fontos, hogy neves kutatók, történészek is azt az elvet vallják, hogy bizony 1956 a fiatalok forradalma volt. És Csernai Ádám is fiatal volt, akkor ma is fiatal, mert kedveljük őt, szeretjük, és örülünk, hogy köztük van. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez megint egy példaértékű kezdeményezés vele beszélgetni. Igen, különös öröm, hogy az unokája hozzánk jár, tehát igazából úgy jutottunk el hozzá, hogy maga az unokája ajánlotta fel, hogy eljönne a nagypapa, és mesélne a saját élményeiről, és hát most az évforduló kapcsán mindenképpen ez nekünk kapóra jött, úgyhogy örülünk neki, hogy sikerült elhívni. Ferenci Nagybogi, ami régi ismerősünk, az enyém is, mint a versünnep egyik zsűri tagjáé, és ráadásul ugye most csíkcsomortáni verstáborban is alkalmam volt többet beszélgetni vele. Hát igen, az ő útja valószínűleg tartom, hogy a színjátszás felé vezet mindenféle értelemben. Úgyhogy ez a beszélgetés a városi színjátszókkal, ez egy nekivaló téma, ugye? Igen, és szerencsére még nagyon sok tehetséges fiatal van a telekiben, akiket érdekel számtalan, a színészi pálya. Tudom, hiszen annyit a tanítványai, a Teddy diákkör, a városunk büszkesége. Úgyhogy szerettünk volna nekik is kicsit kedvezni a programmal. Legyen így, CEN-ben jártunk. Iskolánk. Ez az egyetlen, ami nem tudom, hogy micsoda. Hát iskolánkban azt hiszem két vagy egy éve volt egy CERN-i kirándulás, amikor a fizika munkaközösség a CERN-i részecske gyorsítóba vitte el a gyerekeket, és erről egy ilyen élménybeszámolót tartunk.
Én is szubjektív vagyok, mint Csernai Ádám, mert a legfontosabbat hagytam a végére. Tehát, hogy ez a felütés a nő és a férfi. No, erről talán mindketten beszélgethettek, hiszen azt hiszem, hogy ez egy fontos téma egy középiskolás számára. Ezt az előadást egy rendkívül nagy tudású és nagyon népszerű kollégánk fogja tartani, Gajda Péter tanár úr, aki szinte minden évben vállal egy olyan különleges témát, ami az ő szívéhez közel áll, hogy valamiért ezekben a témákban elmélyedt, és most ezt a címet adta meg. Hihetetlen nagy az érdeklődés az előadásai iránt, úgyhogy éppen pont tegnap szerveztük át a programot egy kicsit, és a tornaterembe, a nagyobb helyszínre tettük őt, mert előzetesen felmértük, hogy körülbelül mennyien érdeklődnek az egyik és másik program iránt, és hát nagyon nagy népszerűségnek örvend, és nagy várakozással vannak a diákok, úgyhogy biztos, hogy nagyon jó kis előadás lesz. No, hát akkor én azt hiszem, hogy nem maradt más hátra, mint megköszönjem, hogy eljöttetek és elmondtátok ezt nekünk, azt pedig ígérhetem a nézőknek is, hogy természetesen lehetőségeinkhez mérten beszámolunk mindenről, mint ahogy eddig is tettük, és jó szórakozást kívánok ahhoz, és tartalmas időtöltést. Azt gondolom, hogy nem lesz hiány élményekben, és hát mindig gazdagabb lett minden középiskolás eddig. Úgyhogy ez így lesz ezután is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen is. Nos, kedves nézőink, folytatódik a Paletta magazin. Kérem szépen, Nagy Zoltán Péter és operatőr kollégám Kincsesbányán járt, hogy egy remek színjátszó amatőr csoport nagyszerű előadást láthatták. Most nézzük meg ezt az összefoglalót. Ha kell egy csöpp varázs, ne félj, e házban bármit kívánsz tér, a füstben forcsog már, a leves maradni. A Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Teátrum Társaság kezdeményezésére indul útjára az idei Pajta Színház, ahol valamennyi megye és a főváros egy-egy amatőr csoportja áll elő saját produkcióval. A ma még amatőrnek látszó legapróbb színjátszókban már megcsillan az ős tehetség. Engedjétek el! És gyere túl, hogy lássam! Az. És ott ugyanúgy kavaroghattok, mertek közelebb hozzánk! És a mosolya, és nagy... Meg akarom őket nézni! Nagyszerű! Nem szabad oda menned, és ezek szirének, gonoszok, és nem húznak magunk! Kiváló! Én azt hiszem, hogy te a világ legbátrabb dolgát vállaltad, ellenállni a sziréneknek, ellenállni a ridjeceknek. Nehéz feladat? Hát egyáltalán nem. Én azt mondom... Nem. Na most őszintén, hogyha ott lennél a tengeren, zúgna alattad a víz, és ott lennének ezek a szép, gyönyörű szirének, ezek a leányok, és hívnának téged, ellen tudnál állni? Hát nem. Én sziréneket nem láttam, de nem tudnék ellenállni neki. Simán beleugranák a vízbe. Dani nem ugrott a vízbe, hál' Istennek, mert akkor az egész darabnak annyi, és a kincsesiek nem képviselhetik Fejér megyét. Nagyon készülünk, vegyes a csapatunk, gyerekek és felnőttek együtt játszanak, és ami számunkra a leglényegesebb, hogy ami régen volt, ma már nincs, összefogjuk a generációkat, és zseniálisan el tudjuk az időnket tölteni együtt. Örömszínházat csinálunk. Na, azért ennyire ne nagyoljuk el a dolgot. Kik azok, akik részt vesznek ebben a produkcióban? Nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy soroljuk fel a neveket, hanem az, hogy kincsesbányai emberek, miféle emberek, kik dolgoznak benne? Csak kincsesbányai emberek. Meghirdettük, kettő alkalmat adtunk arra, hogy aki szeretne jönni, az jelentkezzen, és kicsik, felnőttek, idősebbek egyaránt jöttek, csak kincsesbányaiak vagyunk a csapatban. Ők nagyanyám! Ez nagyon jó lesz, figyelj! Lejjebb kéne csavarni a szemét, és igazi éneket szeretnék hallani. Akkor halljam azt, hogy énekezni. És itt pedig nem kell utalni ezekre, hogy itt van a fű, meg a nem tudom micsoda, hanem ha te látod magad előtt, akkor ez a... Abszolút. Nem kell igazi kondérni. Színpad ez is,
nézők is vannak, bár egy kicsikét kicsi a színpad, kicsit kevés a néző, mégis színház ez? Abszolút színház. Hát a lényeg az, hogy szituációban vagyunk, konfliktus van, megoldódik a konfliktus, öröm van, szeretjük, amit csinálunk, még ha gonoszot is játszunk benne, attól ez a színház, az ettől színház. Valószínűleg még ismeri, nem ismersz sok embert itt Kincsesbányán, akik dolgoznak ebben a produkcióban. Hogy látod, milyen dolgozni olyanokkal, akiknek egyébként nem ez a hivatásuk, hanem tanulnak, leginkább, hogy nézem, a többség az tanul, iskolába jár, és most éppen az éjszakáját abban tölti, hogy elfogadja az instrukcióidat. Én nagyon itthon vagyok, én nagyon szeretem a civileket, meg az amatőröket, és barátom tulajdonképpen, mert mindegyik. Úgyhogy nem, a nevüket azt nem tudom, nevekkel amúgy is hadilábon állok, de nem is számít. Igazából az számít, hogy van egy ilyen közös nevezőnk, egy ilyen szellemiségünk, amit színháznak hívnak, és itt feloldódnak azok a kis görcsök, amik amúgy a mindennapokban rárakodnak az emberre. Igen, itt vagytok mind. Nagyanyó, igaz? Azért a nagyanyónak nincsen könnyű feladata, hiszen a mesét, a történetet ő fogja össze. Igen. Hát akkor ennél kicsikét többet. Hogy fogja össze, nagyanyó? Egyfolytában csak mosolygok, és szeretem a gyerekeket, és mindenki arcára mosolyt teszek. Na jó, akkor egy konkrét kérdés. Kincsesbánya alkalmas arra, hogy közösségként mosolyra fakadjon? Igen. Mindenképpen alkalmas arra. Nem tud a településről többet mondani, csak annyit, hogy igen, nem. De nagyon jó közösség, szeretnek szerepelni, óvónőkkel vagyunk együtt, gyerekekkel, és Marian az összetart mindent, és amit csak lehet, megoldunk. Kikkel a legnehezebb, a gyerekekkel, a felnőttekkel, vagy pedig éppen a mesterrel? Mindenkivel egyformán jó, nem nehéz senkivel. Kozári Ferenc nem támaszt nagyon szigorú feltételeket? Nem, őt is nagyon szeretjük. Az első naptól fogva már megszerettük, és alig várjuk, hogy ő vele tudjunk együtt dolgozni. Van-e félelem vagy izgalom a fellépés miatt, az első nagy fellépés miatt, aztán utána a Nemzeti Színházról már nem is beszélek? Hajjaj, mindenünk remek szerintem. Nagyon. Mennyit próbáltak eddig? Jézusom, talán olyan 15-ször már esténként eljöttünk Ferivel, már talán 6-nál is járunk. 6 próbánál. Most már magabiztosak? Még nem. Nem, még izgulunk. Én személy szerint nagyon remegek, meg még amikor a fellépés lesz, még akkor is nagyon fogunk, nem csak hogy a próbákon. Azért, hogyha jól megnéztem, ez a vitorla, ez nem egy egyszerű dolog. Viszonylag sokáig kell tartani, nem? Igen, igen, de nem baj. Tehát mindent feláldozunk a darabért. Úgyhogy nagyon szívesen csinálom. Még akkor is, hogyha fáj majd a kezem holnap, de semmi probléma. De azért valljuk meg őszintén mindenkinek, hogy egy tündérrel beszélgetek, igaz? Így igaz. Cicelle vagyok a tündér. És hát nagyon szívesen vagyok a tündér, teljesen kifordulva önmagamból, de igazából tényleg egy totálisan nagyon jó csapat és társaság verődött össze, és ő miattuk bármit megtennék, úgyhogy nagyon szívesen csinálom. Jó, egy színdarab az azt hiszem, hogy érthetővé teszi, hogyha az ember tündérré változik, de ön oda-haza is tündér, ugye? Hát nagyon igyekszem, megmondom őszintén, nagyon igyekszem. Nem tudok ennyire jó tündér lenni, néha szigorú vagyok otthon, de ettől függetlenül itt igyekszem hozni a formámat, meg otthon is természetesen. Igen, ti pedig látjátok, úristen, hát ne elveszítjük, meghal! Csupa édesség és bűnöm! Isteni, figyelj csak kicsit, a szemüket! Jaj, de szeretnék közöttetek lenni! Ti pedig tudjátok, de hogy is nem zavarítem, de narkózunk. Mit csinálsz? Úgy van, ne, tovább. Mondhatni azt, hogy nehéz a szirének élete, igaz? Hiszen az a dolguk, hogy elcsábítsák az embereket. Hogyan vállaltátok ezt a szerepet? Hát, mert kevés volt egy kicsikét a szövegünk lidércként, és ennyi.
szerettünk volna többet. Lidércként is szerepeltetek ezek szerint, de a Lidérc meg a Szirén az valahol ugyanaz, nem? Hát azért nem teljesen, de a Szirének is olyan boszorkányféleségek. Aha. És melyiket választjátok inkább, melyiket választjátok szívesebben? Hát mind a kettőt szeretjük eljátszani. Nem okoz-e azt gondot, hogy ha jó belegondolunk, akkor ti rossz emberek vagytok, mert a Szirének azok nem kimondottan jók, még ha szépek is. Hát ez így igaz, de hát végül is igen, rosszak, mert eléggé rossz dolog az, hogy lehúzzák az embereket, és akkor így megeszik őket. És az lidércek is majdnem ugyanezek, úgyhogy végül is mind a ketten gonoszak. Buta kérdés, hogy annak ellenére, hogy rossz szerepet vállaltok, ennek ellenére örömmel tudjátok játszani? Hát eléggé, mert igazából az a legjobb, hogy színpadon vagyunk. És színpadon lesznek december 10-én is a Tóth Ága színjátszó csoport tagjai Kincsesbányán, amikor is Szabó Szilvia Mosoly nagyanyó megmentése című mesejátékát bemutatják a nagy érdeműnek. És azt mondja, folytatjuk tovább a Paletta magazint. Bőte Csaba ferences rendi szerzetes volt a Szent István Művelődési Ház vendége, adventi gondolatait mondta el nekünk Csaba testvér. Nézzük meg ezt az összefoglalót. A Szent István Művelődési Ház vendége volt Bőte Csaba ferences rendi szerzetes, a Szent Ferenc Alapítvány elnöke, aki adventi gondolatait fogalmazta meg. Bőte atya megmaradásunk esélyeiről, a küzdelmes hétköznapokról, gondolkozásunk alapjairól, anyanyelvünkről, kultúránkról, hitünkről beszélt az advent csendes pillanatainak időszakában. Azt látom, hogy nagyon sok a feszültség, veszekedés, civakodás, és igazából a békesség útjára hívom a kedves nézőket, és minden nap valaki más béketeremtő szentet próbálunk meghívni. Olyant, aki az ő korában bizonyos problémákat megoldott, hogy tanuljunk tőlük, mert én azt látom, hogy nem a madárinfluenzával, és nem is a medvékkel van a nagy bajunk, hanem a bennünk lévő feszültségekkel, civakodással, háborúskodással, és hogyha az ember a békét meg tudná teremteni a szívébe és maga körül, hát akkor tényleg boldogabbak lehetnénk. Lélekrehatóak ezek a gondolatok mindenképpen. Rendkívüli felelősség és méltóság kíséri az adventi ünnepeket. Mi kell ahhoz, hogy a várakozás idején egy kicsit elcsendesedjünk, és gondolkodjunk a múlton, a mán és a jövőn? Hiszen ahogy ön fogalmaz, nem az út, amely, hogy milyen járművel tesszük meg, hanem maga az út a fontos. Hát én azt gondolom, jó Isten, ami mennyi atyánk, én a gyerekeimtől nem várok el nem tudom milyen bukfenceket, vagy verseket, vagy nem tudom mit, ahhoz szeressem őket. Én boldog vagyok, hogy azok szembe szaladnak velem, és adnak egy nagy puszit, az nekem bőven elég, hogy látom az arcukon, a jókedvűek, vidámak, életerősek. Ugyanúgy gondolom, hogy mennyi atyánk se vár el tőlünk valami rendkívül nagy hókusz-pókusz, vagy varázslatot, hanem egyszerűen szeressük egymást, szeressük a környezetünket, a természetet, és hát próbáljunk közben leülni, mint a GPS-re, hogy közben ránézünk, hát az ő is akar bennünket vezetni a lelkiismeretünk által, és én azt hiszem, hogyha megvan ez a kis nyugalom, derű, akkor nem vagyunk rossz úton, úgyhogy én mindenkinek azt mondom, hogy Isten szeret bennünket, Isten se lejtett, nem teremt, téged is a jó Isten teremtett, egész biztos, hogy ez a karácsony nagyon szép lesz, nyugodjunk meg, és szeressük egymást. A várakozás teli napokon fontos, hogy a szabad akarattal rendelkező ember hitet keressen és megértse a tanítást, hogy higgyen a csodában, és ne élje fel a mát és a holnapot. Tegye ezt teremtő, gondviselő ajándékát megbecsülve. Az embernek fontos az, hogy elcsöndesedjen, elgondolkodjon a saját maga életén,
hogy ezzel az élettel mi az Isten terve és mi az elgondolása. Talán az adventi gyertyának az első lobogó fénye erre kell, hogy emlékeztessen bennünket. Aztán a második gyertyát, amikor meggyújtjuk, talán jól tesszük, ha majd arra gondolunk, hogy miben kell nekem megváltoznom, miben szeretne az Isten engem másnak látni. Majd gondolhatunk aztán arra, hogy a harmadik gyertyánál, hogy az Isten szeret bennünket így is, ahogy vagyunk mindenestől, mert elfogad és föl akar emelni bennünket. És aztán, ha ezt megtapasztaljuk, akkor a negyedik gyertyánál, ami idén egészen közel esik már majd karácsonyra, nagy örömmel tapasztaljuk Isten végtelen szeretetét, és azt az örömet, amelyet megad minden embernek, aki nem csak magára figyel, hanem tud másokra odafigyelni, mások felé odafordulni, mint amit tesz a Csaba testvér, mint ahogy amit tesz az egyház, mint amit tesz minden jó szándékú ember ilyenkor adventban, karácsonyra készülődve. Az esten hallhattuk, a szertartások, a szokások, a hagyományok, meg annyi beidegződés mind-mind csak eszköz, mankó, amely által a szeretet útján tovább mehetünk, mert az út a fontos és nem a jármű. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a Fehérvár Televízió valamennyi munkatársa nevében békés, boldog, szép hétvégét kívánok advent második vasárnapján. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót, viszontlátásra!